Szia Pisti! Cső. Az a megtisztelő feladat talált meg engem, hogy én vagyok az interjú vad? Vad? Nem. ban készült a Jégbontó album, te mivel foglalkoztál annak idején? Én akkor még ott sem voltam, Báli zenekarban Azért játszottam. kezdem, hogy ugye az még neked a zenekar előtti időszakod volt, hogy akkor mivel? Ja, hát 2008-ban szálltam be méghozzá, október 22-én. És hát előtte, hát ilyen különböző szórakoztató zene, Báli zenekar, mit tudom én, soft rock zenekarban játszottam. És akkor már dolgoztam. Igen. És milyen módon ismerted meg a zenekart? Hát az Andris rám telefonált, vagy rám írt, hogy, hogy hát itt lenne ez a kis meló. Hát előtte nem nagyon hallgattam Darrieret, és de hát voltak ismerőseim, akik tudták, hogy, hogy miről van szó, meg mondták, hogy jó, menjek, szuper lesz, tudom én, úgyhogy mentem és jó lett. Már gondolom játszottál Jégbontóról dalokat, amikor beszálltál, játszottunk. Hát igen. És melyiket szeretted, vagy melyik volt az, ami... Melyik van rajta? Igen, Margit Pisti. Hú, és azt játszottuk annak idején. Margit, igen, arra emlékszem Margitra. Hát meg a tévére, tudod, hogy hát igazából a Szondit írtam, meg a téli éneket így valamennyire. Ja, Margitot azt így kevésbé. Ezt akkor nem bánod, hogy kikerült a stabil ja, nem. Az ígéret, bár már ugye masszívan részt vettél ennek az elkészítésében. Hát az aranytól kezdve. Az ígérethez kapcsolat, de most az ígéretről van szó. Értem. Azzal kapcsolatban milyen emlékeid vannak? Hogyan készültél a lemezre? Az ígéretre? Hát azt hiszem van róla egy fényképem, hogy egy ilyen kilós instant kávé, két húrkészlet, meg valami hat füzetlap jegyzet. És akkor utaztunk Szolnokra, igaz? Igen. Te Andrissal, gondolom. Igen. Azt hiszem abban az évben volt, de ezt majd Andris jobban tudja, mert ő mindenre emlékszik, hogy volt egy akkora zuhé, hogy hát így gyakorlatilag megállt Szolnok. És éppen, hogy tudtunk pizzát rendelni, és ilyen bokáig érő vízbe hozta ki a futára pizzát. Hát így azt tettük körülbelül talán 3 napig. De én hazafelé még azt tettem. Akkor is ettünk, igen. Az ígéretről melyik a kedvenc dalod és miért? Hajdu tánc. Hát a Kinizsit szeretem például kifejezetten játszani, az ígéretet is. Ezek ilyen gyorsabb nóták. Az igazi tüzet azt így nem annyira. Aztán azt szerencsére csak egyszer játszottuk koncerten. De hát, tudom én, az ígéretnek a nagyja azért az ilyen elég nekem közel álló történet. De hát ugye két favoritja, hát a Kinizsi meg az ígéret. Rendben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szíves. Ez próba volt, hol lettem volna. Hát akkor nem azért. Action.